Köszöntöm a kedves testvéreket az apostol köszöntésével. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istentiszteletünk kezdetén a 165-ös számú énekünknek az első és a hatodik versét énekeljük. A 165. ének első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A mi segedelmünk, istentiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Hálával a szívünkben jövünk hozzád, Urunk, keresünk téged, mert te megtalálható vagy, mert várod a mi közeledésünket, hogy te is közeledhess hozzánk, várod, hogy megnyissuk a szívünket, hogy te is kitárd a te szívedet mi előttünk, hogy közöld magad velünk, hogy megmutasd a te szeretetedet, jóságodat. Köszönjük neked, hogy megőriztél az elmúlt időszakban is. Köszönjük neked, hogy szóltál hozzánk akkor is, amikor otthoni csendességünkben kerestünk, amikor a te igédet olvastuk, amikor hozzád imádkoztunk. Jó nekünk téged dicsőíteni imádságban, énekben. Jó nekünk téged segítségül hívni, hisz szükségünk van rád. Kihez mehetnénk, Urunk, te nálad van az örök élet beszéde. Te vagy az, aki nem csak megmondod, de be is teljesíted, amit mondasz. Jézus Krisztusban életet kínáltál és adtál számunkra, és mi élhetünk ezzel a kegyelemmel. Behívhatjuk őt a mi életünkbe, és megtapasztaljuk azt, hogy ha ő jelen van, akkor elmúlik a félelem, akkor megtisztul a szívünk és az életünk. Erre a megtisztulásra várunk most is, a te igéd által kérünk azért, légy közöttünk és áld meg együttlétünket a te nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét a Jakab levele 5. részének a 7-től a 11-ig terjedő verseiből olvasom, ahol így van megírva Isten igéje. Testvéreim, legyetek tehát hosszú tűrők az Úr eljöveteléig. Íme a földműves várja a föld drága gyümölcsét. Türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap.
Legyetek ti is hosszú tűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, testvéreim, hogy el ne ítéltessetek. Íme, a bíró az ajtó előtt áll. A szenvedésben és hosszú tűrésben vegyetek példát, testvéreim, a prófétáktól, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jobb hosszú tűréséről hallottatok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy az Úr igen irgalmas és könyörületes. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, Jakab a levél írója Jézus testvére volt. Nem tartozott Jézus tanítványai közé, azután hitt Jézusban, mint megváltójában, miután az Úr megjelent neki feltámadása után. Pál apostol tesz erről bizonyságot, amikor felsorolja, hogy Jézus ki mindenkinek jelent meg, miután feltámadt. Jakab oszlopos tagja lett a jeruzsálemi zsidó keresztény gyülekezetnek. Levelét a szétszórtságban élő 12 törzsnek írja. Azoknak a zsidóknak, akik Jézus Krisztust uruknak és megváltójuknak vallják. A címzetteket folyamatosan testvéreinek nevezi. Jakab célként látja maga előtt Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Ennek értelmében a helyes keresztény magatartásra buzdítja, és készíti fel a testvéreket. Ez a most elhangzott igei rész a türelemre és a hosszú tűrésre buzdít. A hosszú tűrés Istenben gyökerezik. Istennek a tulajdonsága. Isten hosszú tűrése élteti és tartja fenn a világot. Míg ha a világ erről nem is vesz tudomást, annál inkább ismeri Isten hosszú tűrését a Biblia olvasó ember. Az igéből tudhatjuk azt is, hogy Isten hosszú tűrése késlelteti az ítéletet. Ahogy Péter mondja az ő levelében, ezért nem teljesedett még be Jézus eljövetelének az ígérete. Mert Isten nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem mindenki megtérésre jusson. És később hasonlóképpen ír erről az apostol, amikor azt mondja, hogy a mi Urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Az ószövetségi nép elfordult Istentől. Meg kellett járnia ezért a fogságot, és amikor Nehémiás imádkozik az Úrhoz, akkor így hangzik az ő imája. De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és a szereteted, ezért nem hagytad el őket. De úgy is hangsúlyozhatnánk ezt a mondatot, hogy ezért nem hagytad el őket. És a prófétáknál is olvasunk a próféták bizonyság tételeiben Isten türelméről. Náhum próféta írja, hogy türelmes az Úr és hosszú tűrő, de hozzáteszi azt is, de nagy a hatalma, nem hagy büntetés nélkül. És kedves testvéreim, ezért nagyon megszívlelendő Pál apostolnak a kérdése, amit a rómaiakhoz írt levelében tesz fel, avagy megveted-e az ő jóságának
elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten jósága téged megtérésre indít. Isten nem büntetni akar, hanem megtartani. Mit szeretnénk inkább? Büntetést, ítéletet, vagy kegyelmet és életet? Isten Jézus Krisztusban egészen földig hajolt, hogy megszabadítson a büntetés, a kárhozat alól. Ahogy hasonlóképpen írja Pál apostol, mert Isten hosszú tűrő, és megjelentette igazságát a mostani időben, hogy megigazítsa azt, aki hisz Jézus Krisztusban. Ez a mostani idő, ami az igében hangzik, még tart. Isten még most is türelmesen vár, várja, hogy megnyíljon a szív, és betérhessen oda ő maga. A mostani idő, ez még a kegyelem ideje. Van egy ének, aminek egyik versében ezt énekeljük, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. És ezt megtesszük, ha befogadtuk őt, és várjuk az ő eljövetelét, akkor legyünk mi is hosszú tűrők. Úgy, ahogy Isten hosszú tűrő irántunk, úgy legyünk mi is azok egymással szemben. Nem azt írja itt Jakab, nem ezt hangsúlyozza, hogy türelemmel várjunk az Úr eljövetelére, hanem arról ír, hogy miként éljünk addig. Legyen a hit látható a cselekedetekben, írja egy korábbi fejezetben. Hitünk alapján éljük a mindennapi életünket. Ne a test cselekedetei vezessenek, ne azok uralkodjanak rajtunk, hanem Istennek és az ő akaratának tetszően éljünk. Ne adjunk helyt az indulatainknak. A példabeszédek könyvében is ott van az intés ezzel kapcsolatban, amikor azt mondja az író, az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart. Ezért mondja Jakab, legyetek ti is hosszú tűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Az ige sürget. Ki van szabva az időnk? Most van szükségünk erős szívre, ne halogassuk azért a hitünknek a megélését. Jézus arra tanít, hogy legyünk készek számot adni, ha ő megjelenik. Napra késznek lenni, kitartás árán lehetséges. Kolossé beliekhez írt levélben olvassuk Pál apostol biztatását, minden erővel megerősödjetek, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Öltsétek magatokra a könyörületes szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást, és kölcsönösen megbocsátva egymásnak. És Jakab azt írja az igében, ne sóhajtozzatok egymás ellen. Amit úgy is fordíthatunk, ne zúgolódjatok egymás ellen, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Azt jelenti ez, hogy Isten megítéli a cselekedeteket.
Az szerint, hogy milyen indulatból fakadnak azok. Másodszor szintén arról tesz bizonyságot Pál apostol, teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymást szeretetben. És a türelemmel együtt jár az alázat, a szelídség és a szeretet. A szeretetről pedig tudjuk a szeretet himnuszából, hogy türelmes. Ugyanakkor azt is tudjuk Isten igéjéből, hogy ezek a felsoroltak együtt a lélek gyümölcsei. És ez a gyümölcs nem a magunk termése. A Szentlélek tanít meg arra, hogy Isten szerint éljük meg az egymással eltöltött időt. A Szentlélek gyümölcsei nem önmagunkért adatnak, hanem egymásért, hogy tartalmasabb, értelmesebb és értékesebb legyen a mi emberi kapcsolatunk. Mindezeket összevetve a hosszú tűrés tehát fontos ahhoz, hogy egymást szeretetben tudjuk elhordozni. De azért is fontos, hogy a magunk bajait is elviselhessük. Példaként állítja elénk Jakab a prófétákat, akikről azt mondja, hogy az Úr nevében szóltak, és mégis sok nehézséget kellett elszenvedniük. És hasonlóan Jobbnak is, aki pedig istenfélő és bűngyűlölő ember volt, mégis sok szenvedésben volt része. Türelmesen kivárta Jobb, míg Isten közbeavatkozik, nem tagadta meg Istent, és hosszú tűrésének jutalma lett. Az Úr irgalmas és könyörületes volt iránta. Rámutat Jakab arra, hogy milyen vége lett Jobbnak. Isten nagyon megáldotta őt, és nem szégyenült meg az ő várakozásában, az ő hosszú tűrése miatt. És azt mondja Jakab, boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Ismerjük a boldog mondásait Jézus Krisztusnak, és ha boldogságra vágyunk, akkor jó, ha azokat szívünkbe véssük. Nem az elért dolgok válnak számunkra a boldogság forrásává, hanem az, hogy Jézuséi vagyunk. Az, hogy ő nem hagyott magunkra, az a boldogságunk forrása, ha várni tudunk rá. Adja Isten, hogy így legyünk boldogok. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, azért, hogy hosszú tűrő vagy. Azért, mert olyan sokszor lemondhattál volna már rólunk, olyan sokszor hátat fordíthattál volna az embernek, nem csak ennek a világnak, amiről azt mondjuk, hogy bűnös világ, hanem a te népednek is, akiben szintén ott volt az ellenszegülés te irántad. De köszönjük neked, hogy mert te hosszú tűrő vagy, ezért megtartottad a te népedet. És a te hosszú tűrésed minket is megtart. Mert vársz türelmesen, hogy minden ember megtérjen és az üdvösség ismeretére eljusson. Hogy átélje életében, hogy te megváltottad, megtartottad. Köszönjük neked, Urunk, hogy
tanítasz arra, hogy legyünk olyanok, mint te vagy, hisz te tökéletes voltál. Te látod, hogy mennyire türelmetlenek vagyunk, nem csak veled szemben, hanem egymás iránt is. Mennyire türelmetlenek vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy nem vagyunk szabadok annak a cselekvésére, amit szeretnénk. Urunk, add, hogy úgy tudjunk rád tekinteni, olyan hittel és bizalommal, hogy mondhassuk, ahogy az apostol is mondja, ha az Úr akarja, akkor eljutunk ide vagy oda. Ha az Úr akarja, akkor megvalósul az, amire vágyunk. Hogy ne akarjunk mi magunk a saját erőnkből erőlködve előbbre jutni. És Urunk Istenünk, te vagy az, aki meg tudsz bennünket szabadítani minden nyomorúságunkból, és elvégzed az bennünk a te lelked által, hogy teremjenek az életünkben a Szentléleknek a gyümölcsei. A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, és mindazok az áldások, amik tőled származnak, hogy ezek kísérjék az életünket, ezek legyenek a mi életünknek a vezérei. Ezek által jussunk hozzád közelebb, és legyen boldog a mi életünk azért, hogy kitartunk benned. Tegyen boldoggá bennünket az a gondolat, hogy te megtartasz bennünket, és hogy jó te rád várni, hogy jó várni és megadással lenni a te szabadításodig. Ezért kérünk, hogy taníts meg magunkba nézni, és taníts meg téged látni. Miután magunkban néztünk, és meglátjuk a sok nyomorúságát az életünknek, legyen jó rád nézni, aki legyőztél minden bűnt és minden nyomorúságot. Kérünk, hogy áldj meg bennünket. Áldj meg, amikor keresünk, hogy megtaláljunk, hogy békességet nyerjen a szívünk. Áldj meg bennünket, hogy láthassuk magunk előtt azokat a jó példákat, akiket elénk társz a te igédben, hogy mi is aképpen cselekedjünk. Te elénk tárod a rossz példákat is, Urunk, azért, hogy incs arra, hogy azokat kerüljük el. Ezért kérünk téged, hogy legyen velünk a te kegyelmed továbbra is. Áld és szenteld meg életünket, a te igédet, ami szívünkben. Áldj meg bennünket szeretteink között, áldj meg bennünket, hogy tudjunk egymásért imádkozni azokkal, akikkel most távol vagyunk, de testvérek vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt, hogy nem vagyunk egyedül, hogy tudhatunk arról, hogy mindenütt vannak testvéreink, hogy tudhatunk arról, hogy ha hozzád imádkozunk, akkor egyek vagyunk te benned. Kérünk téged, áld és szenteld meg életünket, most és mindörökké. Amen. Mondjuk el, testvéreim, együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Atyának kegyelme, az Úr Jézus Krisztus szeretete és a Szentlélek világossága legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, záró énekünket, a 261-es számú dicséretet. A
A 261-es számú dicséretünk így kezdődik: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viseld gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam.